Tisztelt ünneplő közönség! Köszöntöm Önöket az 1956-os forradalom és szabadságharc 68. évfordulója alkalmából megrendezett városi megemlékezésen. Külön tisztelettel köszöntöm Szűcs Dánielt, Mezőtúrváros polgármesterét, a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei kormányhivatal, Mezőtúri járási hivatal részéről Rácz Péter Béla hivatalvezetőt, Patkós Évát, Mezőtúrváros alpolgármesterét, Bata Attila Viktort, a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei közgyűlés képviselőjét, dr. Enyedi Mihályt, Mezőtúrváros jegyzőjét. Köszöntöm továbbá a megjelent városi képviselőket, a történelmi egyházak képviselőit, valamint Mezőtúrváros díszpolgárait. Megemlékezésünkön a 68 éve történt eseményeket idézzük fel. Ünnepségünk kezdetén kérem, hogy énekeljük el közösen a himnuszt. Kérem Szűcs Dánielt, Mezőtúrváros polgármesterét, mondja el emlékező gondolatait. A magyar vér olyan nagy értéke Európának és a szabadságnak, hogy óvnunk kell minden cseppjét. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt megemlékezők! Albert Camus Nobel-díjas író szavaival köszöntöm Önöket az 1956-os forradalom és szabadságharc 68. évfordulója alkalmából rendezett városi megemlékezésünkön. Az 1956-os forradalom Magyarország népének a sztálinista diktatúra elleni forradalma és a szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharca, amely a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt. Éppen ezért meggyőződésem, hogy 56 történéseit és üzenetét mindenkinek ismernie kell. A forradalom és szabadságharc legfontosabb pontjait ma már úgy tanítják az iskolákban, ahogyan valóban megtörténtek, de nem volt ez mindig így. És hogy mi történt 68 évvel ezelőtt itt, ezen a téren, ahol most állunk. Idézzük fel a mai megemlékezésünkön városunk és országunk 1956-os forradalom és szabadságharcának előzményeit és eseményeit. Sztálin 1953-ban bekövetkezett halála után a diktatúra engedett a szorításból. A szovjet vezetők Moszkvába rendelték a magyar pártvezetőket.
Rákosi Mátyás, mint Sztálin leghűségesebb tanítványa veszített rangjából, megszüntették egyeduralmát. A párbéli ellenfelét Nagy Imrét állították a magyar kormány élére, aki meghirdette új gazdaságpolitikáját és a törvényességet. Megszüntette az internálásokat, a kitelepítéseket, a kuláklistákat. Közkegyelmet hirdetett és fellépett a rendőri túlkapások ellen. A kormány programjának megvalósítása akadozott. Rákosiék minden eszközzel, főként a pártaparátuson keresztül küzdöttek ez ellen. Moszkvában is változtak az erőviszonyok. A balos visszarendeződés megkezdődött. Nagy Imrét miután újra Moszkvába rendelték a magyar pártvezetőket, jobboldali elhajlással vádolták, le is váltották. Értelmiségi körökben nagy riadalom támadt. Nagy Imre irányzatának támogatására nyilatkozatok, vitakörök szerveződtek. Megalakult a Petőfi kör, ahol főként fiatal értelmiségiek vitatkoztak a szocialista demokrácia létjogosultságáról. Új lendületet adott a reformtörekvéseknek a szovjet párt 20. kongresszusa, ahol Hruscsov 4 órán át sorolta Sztálin bűneit. Harcot hirdettek a személyi kultusz ellen. Rákosi nyilvánosság előtt beismerte a Rajkper koncepciós voltát. Az értelmiség politizáló körei hevesen támadták a személyi kultuszt. Jó alkalmat adott erre 1956. október 6-án Rajk Lászlóék újratemetése, és nem sokkal később a lengyeleknél, pontosan Poznánban a tüntetőkkel való véres leszámolás. A magyar diákság rokonszem tüntetést határozott el október 23-ára. Október 23-án reggeltől a diákok által meghirdetett tüntetés engedélyezése körül azonban óriási zűrzavar alakult ki a fővárosban. Az MDP vezetése hosszas vita után betiltotta a tüntetést, majd délután 2 óra körül mégis engedélyezték. Ugyanakkor a város valamennyi stratégiai pontján mozgósították az AVH erőit. A budapesti Petőfi szobornál tartott október 23-ai tüntetésen Rákosi és Gerő ellenes jelszavak hangzottak el, a résztvevők követelték a szovjet csapatok kivonását, a zászlókból pedig kivágták a szovjet mintájú címert. 18 órára a Kossuth téren és a környező utcákban körülbelül 200 ezer ember gyűlt össze. 7:30-kor kikapcsolták a tér világítását. A tömeg azonban nem tágított, követelte Nagy Imrét. A sötétben a meggyújtott újságok fénye világított. Nagy sokára újra visszakapcsolták a világítást. A Kossuth térről egy csoport a rádióhoz ment, ahol az AVH már géppisztolyokkal és könyvfakasztó gránátokkal felszerelt egységeket helyezett el. Nagy Imre a parlament erkélyéről szólt a tömeghez, megígérve a reformot. Este Gerő Ernő rádióbeszédében a megmozdulást ellenségesnek, sovinisztának, nacionalistának minősítette. A beszéd elhangzása után fegyveres összetűzések kezdődtek. Az esti és éjszakai órákban fegyveres csoportok elfoglalták a Magyar Rádió székházát, és ledöntötték az elnyomás gyűlölt jelképét, a Sztálin szobrot is. Október 24-én hajnalban a szovjet csapatok bevonultak Budapestre. Kezdetben elrettentő jelleggel, támadó fellépés nélkül. Eközben az éjszaka felfegyverzett forradalmárok a város több pontján barikádokat emeltek, és megkezdődtek az utcai harcok. A fegyveres felkelők többsége munkás fiatal, kisebb része diák, főleg egyetemisták, és sajátos jelenségként számos 10 éves fiú. Mezőtúra is hamar eljutott a forradalom híre, elsősorban a rádiónak és az ingázóknak köszönhetően. Az emberek eleinte még suttogva beszéltek egymás között a kialakult helyzetről, itt a Kossuth téren a piacon, a középiskolákban, vagy épp a kapukon belül. A helyzetre készülve a város prominensei idegesen üléseztek, a párbizottság munkásőrséget szervezett. Október 24-én már a tanácsháza előtt gyülekeztek az emberek, arról beszélgetve, hogy le kellene váltani a város és a rendőrség vezetését. A város mindhárom középiskolájának a fiúgimnázium, lánygimnázium, mezőgazdasági technikum diáksága is tüntető hangulatban volt, a diáksapkákra felkerült
a nemzeti szín szalag. A fiú gimnázium nagytermében megalakult a forradalmi ifjúsági tanács Pál Lajos tanárú vezetésével, akit közfelkiáltással választottak meg. Eközben Kis József cukrász kitűzte a nemzeti színű zászlót a Kossuth téri cukrászda feletti lakása ablakába, a mai nemzeti szálloda épületére. A következő napokban egyre fokozódott a hangulat az országos hírek hallatán. Budapesten a békésen tüntető emberek közé lövettek. A pesti srácok a barikádok mögött felvették a harcot a szovjet páncélosok ellen, és több más városban is kitört a forradalom. Október 27-én Mezőtúron is megalakult a forradalmi tanács a párbizottság határozata alapján, de mivel a tanács tagjainak nagy százaléka kommunista pártag volt, az emberek ezt nem fogadták el. Az indulatok nem csitultak, és miközben a tanácsi ülésen arról beszéltek, hogy a szovjet emlékművet, amely itt állt a Kossuth Lajos téren, át kellene helyezni a temetőbe, mielőtt azt megrongálják, addig itt a téren az összegyűlt nép már megkezdte ezt a munkát. Kis József cukrász a város csillagos szovjet és magyar címert egy hatalmas kalapáccsal és jégtörő csákánnyal szétverte. Közben az emberek az emlékműre köteleket szereltek, és megpróbálták ledönteni, de a kötél elszakadt. Ezután a tűzoltóságra mentek segítséget kérni, és onnan hoztak szerszámokat. Fejes Lajos fölment az emlékmű tetejére, leverte róla a vörös csillagot, majd az ott lévő diákok és felnőttek egy gépkocsi segítségével az emlékművet ledöntötték. Majd a megmaradt torzóra kitűzték a trikolór zászlót, Gubica Károly pedig elszavalta a talpra magyart. A torzóról és a rákitűzött zászlóról készült fotó 58 év után került csak a nyilvánosság elé, tekintettel arra, hogy 56-ról a rendszerváltásig nem lehetett beszélni, vagy nem úgy lehetett beszélni róla, ahogyan az a valóságban megtörtént. Így a fotó készítője, Fózer Wendel, egykori diák, jobbnak látta azt nem előhívni. Az emlékmű ledöntésével párhuzamosan a Városháza előtt Lenin, Sztálin és Rákosi gipszszobrokat törtek össze, amiket a kultúrotthonból hoztak ide, és innen fentről dobáltak ki, a szobor maradványokat pedig a berettyóba dobták. Ezt követően a tömeg egy része szétszélett, de sokan a Petőfi utcai pártszékházhoz mentek, ahová behatoltak, titkos iratokat, káderlapokat dobáltak ki az utcára és égettek el. Nagyon nagy mágia égett a Petőfi utcán. Emlékeztek vissza többen is erre az estére. Október 28-án reggel folytatták a megkezdett tanács ülését, közben kint, a tanácsháza előtt az emberek ismét cselekvésre szánták el magukat, és úgy döntöttek, hogy egy saját maguk által összeállított névsort fogadtatnak el a tanáccsal. Szűcs László felment a mögöttem található lépcsőn, és kérte, hogy a hangos beszélőn mondják be a papíron található neveket, az illető lépjen ki az erkélyre, és az épület előtt álló tömeg, ha éjjenzett, akkor támogatták a jelöltet, ha lehurrogták, akkor annak távoznia kellett. Így is lett, és így alakult át a forradalmi tanács, amit már a nép is elfogadott. Eközben több helyen megalakultak a munkás tanácsok, és nagyobb tömeg a Dózsa-György úton át, majd a Földvári úton keresztül a laktanyához vonult, hogy fegyvert követeljenek a szerveződő nemzetőrség részére, valamint követelték, hogy a honvédség álljon a felkelők mellé. A páncélos és rohamlöveg ezred őrnagya, Dropán Ferenc határozottan ellenállt a forradalmi követeléseknek, nem tárgyalt a laktany előtt összegyűlt emberekkel. A mezőtúriak azonban nem tágítottak. Erre válaszul a parancsnok a levegőbe lövetett riasztásul, az emberek pedig a mély árokba ugrottak ijedtükben. Közben bent a városban is történtek az események. A rendőrkapitányt leváltották, akit több pártfunkcionárussal együtt már ki kellett menekíteni, épp az imént említett laktanyába, illetve a kórház épületébe. A rendőrség ezt követően a forradalom mellé állt, amelyért később, ahogyan sokan mások, meg is kapták a büntetésüket. Szintén ezen a napon a városban megalakult a nemzetőrség is, melyet Kis Árpád és Éltető Jenő szervezett meg. A felnőttekből álló közösség parancsnoka Szőnyi István lett,
A diákokból szervezett csapat vezetője pedig Éltető Jenő, akinek hatására a diákok tömegesen jelentkeztek a komoly és nem veszélytelen feladatra. A járőrszolgálatban dolgozók a rendőrséggel együtt rendfenntartó és őrző szolgálatot láttak el a hidaknál, vasútállomásnál és az üzemeknél. A Nép lapja október 30-án így írt a mezőtúri nemzetőrségről. A városban rend és nyugalom van. Nagy része van ebben az ifjúság által szervezett nemzetőrségnek, amely fegyelmezettségben példaképe lehet megyénk fiataljainak. November 2-án, halottak napján, a Nemzeti Bizottság Hősök emlékünnepét tartott itt a Kossuth téren, a Hősi szobornál, amit addig tiltottak. Hatalmas tömeg gyűlt össze. Minden párt részéről beszélek hangoztak el, rengeteg koszorút halmoztak fel a szobornál. A magyar himnusz hangjaira sokan sírva fakadtak. Az összetartozás érzése kapcsolt össze minden jelenlévőt. Emlékezett vissza az ünnepségre Berceli Endre, akkori nemzetőrdiák. Eközben Budapesten véres harcok folytak. A felosztatott AVH-sok az érvényben lévő tűzszünetet is felrúgták, tüzet nyitottak a nemzetőrökre is. Nagy Imre és új kormánya már nem ellenforradalomként, hanem nemzeti demokratikus mozgalomként értékeli a történteket, és miután november 1-én a Budapestről kivont szovjet katonai egységet körbezárták a repülőtereket, és újabb csapatok indultak meg az ország belseje felé, a kormány úgy döntött, hogy felmondja a Varsói szerződést, kinyilvánítja az ország semlegességét, és az ENSZ-hez fordul, hogy a semlegesség védelmére segítséget kérjen a nagyhatalmaktól. Ma már tudjuk, a segítség sajnos nem érkezett meg, hiába vártuk. Kádár János ellenben igen, aki az országházból való elmenekülése után már szovjet harckocsin tért vissza Magyarországra. November 4-én hajnalban az ország területén megindult a szovjet támadás. Hamarosan valódi háborús helyzet alakult ki a fővárosban, ahol a pesti srácok a végső kikitartottak, és a vidéki városokban is komoly nehézségbe ütköztek a szovjetek, de végül mindenhol győzött a túlerő, a szabadságharc elesett. Az 1956-os forradalmi eseménysorozat számos áldozatot követelt. Jelentések szerint az október 23 és január 16 közötti emberveszteség országosan 2652 halott volt, és 20 ezeren sebesültek meg. Mintegy 200 ezeren elhagyták az országot. A forradalom leverését 3 évig tartó kegyetlen megtorlás követte. Az országban a Kádár pufajkásai megkezdték a brutális rendteremtést, sorra járták a településeket, gumibottal verték az embereket, kihallgatásokat tartottak, hogy ki mit mondott, mit látott, és aki ellen csak akartak, vádat emeltek. A mezőtúri vöröscsillagos szovjet és magyar címert egy hatalmas kalapáccsal szétverő Kis József, cukrász, 10 év börtönt kapott, és félholtra verték. Városunkba is megérkezett a megtorlás, a Kossuth térre, a Fiú gimnáziumhoz és a Lágy gimnáziumhoz is tankokat állítottak. Kikérdeztek mindenkit. Kiégetett vöröszászlót, kik rombolták le a szovjet emlékművet, ki kiket biztatott. Tisztelt megemlékezők! A forradalmat ugyan vérbe folytották. A szabadságért küzdő hősöket jeltelen sírokba, arccal a föld felé fordítva, összekötözve hantolták el, de a forradalom bukásában is győzelmet aratott. A barbár megtorlás nem volt képes sárba tiporni 56 szellemiségét, már nem lehetett visszatérni a forradalom előtti időkhöz, a forradalom egyszerűen megkerülhetetlenné vált. Az 56-os események megmutatták a magyar embereknek, hogyan számíthatunk a nyugatra, ezeket értenünk kell, és ki kell mondanunk. Mások nem fogják helyettünk kivívni országunk függetlenségét és szabadságát. Azt nekünk kell megőriznünk, és ha kell, fel kell szólalnunk, ki kell állnunk a szuverenitásunkért. Fontos, hogy a tanítás által megértsék a mai fiatalok is, hogy lehet,
hogy ma sok minden, ami megvan, az alapvetőnek és magától értetődőnek tűnhet. Legyenek ezek anyagi vagy erkölcsi javak. De nem volt ez mindig így. Érteniük kell a szabadság és az elnyomás közötti rendkívül komoly különbséget, amely életünket alapjában meghatározza. Lényeges, hogy megértsük. Nagyon fontos számunkra a szomszédokkal erősödő barátságunk és szövetségünk, de emellett meg kell őrizzük szabadságunkat és függetlenségünket. Fontos a magunkért és az egymásért való kiállás, hogy a mai világban annak ellenére, hogy sokak számára önmaguk fontosak, igenis a megmaradásunk lényege, hogy az egyén mögött ott van a haza. Ott kell legyen a haza. A haza szeretete. A magyar nemzeti szín zászló kötelez, de csak azok kezében áll meg hitelesen, akik önmaguk is hitelesek tudnak maradni. Azok kell, hogy vigyék a zászlót, akik a nemzet jövőjéért cselekednek, ismerve a múltat és szem előtt tartva a jövőt. Ahogyan tették ezt az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei. Ők egy független, szabad és biztonságos Magyarországért harcoltak, amelyben akaratuk, hazaszeretetük és bátorságuk minden megdönthetetlen falat elsodort. A forradalom megmutatta, mire képes ez az ország. Bebizonyította, hogy bennünket nem lehet a végsőkig elnyomni. Emlékezzünk ma együtt 56 hőseire. Közösen, tisztelettel. Köszönöm meg tisztelő figyelmüket. Megköszönöm Szűcs Dániel polgármester gondolatait. A továbbiakban felkérem Balázs Csongort és Puskás Dánielt, a Békéscsabai Jókai Színház művészeit ünnepi műsorok megtartására. Nevelt fel az édesanyám, már az anyatejjel magamba szívtam, ez a föld az én hazám. Jó apámtól két szót kaptam, haza és a szabadság. Intett fiam, tud mit jelent a bennünk élő magyarság. Itt hallottam a hősök nevét, a róluk szóló legendát. Megtanultam minden fohászt, mi apáról fiúra szállt. Sötét ében fáklyák nélkül álom csak a szabadság. Nem felejtem, mit jelent a bennünk élő magyarság. Nép, egy nemzet, a kezdet és a vég, a haza és a nyelv, dicső örökség. Az ősök a regék, nem múló büszkeség, az anya föld és a vér, örök szövetség. A sorsod bármerre kísér, hazád örökre benned él. Légy büszke arra, hogy magyarnak születtél. Sorsod bármerre kísér, a hazád örökre benned él. Légy büszke arra, hogy magyarnak születtél. Itt jöhet elém bármilyen víz, hozhat az élet tragédiát. Megváltásért akkor is magyarul mondok imád. Sírom az új élet sarjat, így él tovább a szabadság. Nem felejtik, mit is jelent a bennünk élő magyarság. Sorsod bármerre kísér, ha önvet hazád nem cserél. Akkor sem, ha szembe fúj a jég hideg szél. A
sorsod bármerre kísér, a hazád örökre benned él. Soha ne feledd, és hazádhoz méltódi, hiszen büszke magyarnak születtél. Fohász Budapestért! Ki itt születtem, és mégsem ismertelek. Ki szerettelek, és mégis ócsároltalak, bocsáss meg, tévejgő fiadnak. Dicső városom Budapest. Hogy is hihetem rólad, szülővárosomról, hogy olyan vagy, mint a többi, egy város a városok között. Jártam köveiden, és elhittem, hogy a kövezet közlekedésre való. Ültem a villamoson, és azt hittem, hogy a villamos utazásra szolgál. Számos házadban megfordultam, és azt hittem, hogy e falak között élni, enni, inni, lakni lehet csak. Nem tudtam, hogy ezek az ablakok lőrések. E villamosokból barikádokat lehet rakni, és ezeken az utcákon rohamra lehet menni. Harcolni és győzni is lehet. A kerek világon, minden térképen és glóbuson ma átírják nevedet, Budapest. Ez a szó nem várost jelöl már. Budapest ma ennyit tesz, mint a tanknak neki lehet menni puszta kézzel. Budapest minden nyelvén a világnak azt jelenti hűség, önfeláldozás, szabadság, nemzeti becsület. Minden ember, aki szereti szülővárosát, azt kívánja, légy te is olyan, mint Budapest. Kívánom én is, légy mindörökké olyan, amilyen ma vagy, Budapest, büszke és bátor emberek tanyája. Magyarok jó útra vezérlője, az emberi fajta csillagfénye, Budapest. Légy vendéglátója a világ minden nemzetének, de ne tűrj meg többé megszálló hordákat, idegen zászlókat e megszentelt falak között. Légy te is olyan, mint Budapest. Budapest. És tedd, hogy mi méltatlan fiaid méltók lehessünk hozzád és egymáshoz. Élj örökké munkában, harcban, füstben és vérben és koromban és dicsőségben, szabadság főváros, Budapest. Nem látlak én már téged többé sohasem, te sem látod, hogy érted, könnyes a szemem. Nevemet hiába mondod, könnyedet hiába ontod. Harcok mezején, valahol te tőled távol, ott, ahol senki se gyászol, ott halok meg én. Nevemet hiába mondod, könnyedet hiába ontod, harcok mezején, valahol te tőled távol, ott, ahol senki se gyászol, ott halok meg én. Nem lesz egy tenyérnyi föld sem puszta síromon, elesett katonák teste lesz a vánkosom, ahová le fognak tenni, síromra nem borul senki, de senki, aki él, tavasz sem fakaszt rám zöldet, elhordja rólam a földet, messze majd a szél.
ahová le fognak tenni, síromra nem borul senki, de senki, aki él, tavasz sem fakaszt rám zöldet, elhordja rólam a földet, messze majd a szél. Egy történet 56-ból. 16 éves lehettem, és 1956. október valahanyadikát írtunk. Igen, valahanyadikát, mert 23-a után olyan gyorsan váltották egymást a napok, hogy nem is figyeltük pontosan, milyen nap van. Abban biztos vagyok, hogy még október tájékán történt ez a bizonyos eset. Az eset, amit soha nem felejtek, amire büszke vagyok, mert egy kicsit mi is hozzátettünk a forradalomhoz. Mi is, ahogy mindenki, éreztük, hogy valami nagyon fontos történik. Bár Pesten laktunk, de a külvárosban, egy nagy kertes házban édesanyámékkal. A belvárosi események tőlünk távol zajlottak, és hírek is alig érkeztek hozzánk. Jancsi barátommal elhatároztunk, hogy nyakunkba vesszük a várost. Mi lesz, ha katonákkal találkozunk? Majd elsunyogunk mellettük. Te amúgy is apró vagy, én meg jól rejtőzködöm. Ebben volt valami. A magam 158 centiével valóban nem tartoztam a langaléták sorába. Anyám még nem akartak engedni, de hajthatatlanok voltunk. Összecsomagoltuk az elemózsiát, és a városba indultunk. A városba, ahol puskaropogás hallatszott. A városba, ahol bátrak vannak. A városba, ahol éreztük, nekünk is ott van a helyünk. Ha tenni akarunk a jövőnkért. Nem sokáig jutottunk. Rögtön az első akadályt az utcánkban elmasírozó tankok jelentették. Ezek elől könnyedén elrejtőztünk, ám a rendőrség épülete előtt váratlanul egy-egy hatalmas kéz ragadott meg bennünket. Amikor hátra pillantottunk, láttuk, hogy Jancsi édesapja kapta el a grabancunkat. Hová, fiúk? Elmagyaráztuk neki a helyzetet, majd nagyot sóhajtott, és néma biccentéssel jelezte, hogy menjünk utána. Nagy bajban lehetünk, gondoltam. Az épület kihalt volt, hosszú folyosókon vezetett, majd abba a szobába vitt, ahol a fegyvereket tartották. Aki tehette, csatlakozott a harcokhoz a belvárosba. Ha van egy kis eszetek, nem mentek a harcok közelébe. De ha segíteni akartok, lenne itt is feladat. Mivel nincs ember a rendőrségen, ezért önkéntesként állományba veszlek titeket. Kaptok fegyvert, hogy megvédjétek magatokat. A feladat a lakosságtól a nem működő veszélyes fegyverek begyűjtése, a lakosság védelme, épségük ellenőrzése és segítségnyújtása szükséges. Nem szabad hagynunk, hogy eluralkodjon a pánik. Megértettük. Azzal, hogy itt tart minket, megvéd. És valóban szükség volt önkéntesekre a lakosság védelmében. Jancsi egy dobtáras géppuskát kapott, én pedig egy egylövetű hosszú puskát. Hülyén nézel ki, Pistám! Valóban komikus látványt nyújtottam. A magam 158 centiével a puska magasabb volt nálam, ha a tust magam mellé helyeztem a földre. Cseréljünk, mondtam nevetve. Ezután napokig járőröztünk Pesterzsébeten. A szovjetek nem szóltak hozzánk, ők csak a felkelőkkel foglalkoztak. Rajtunk meg egyenruha volt. Ezután számtalan döbbenetes eseményt láttunk a következő napokban. Az egyik nap szembe találkoztunk az orosz nyelvtanárunkkal, akit két katona arról akart meggyőzni, hogy az nem a Duna, hanem a Volga. Ők magunk sem tudták, hogy hol vannak. A szóváltás majdnem addig fajult, hogy a két katona a Volgába, akarom mondani, a Dunába akarta lőni szegény tanárurat. Egy másik napon a mártirok útjánál járőröztünk. A vasúti dombon haladtunk, amikor különös dolgokat vettünk észre. A mártirok és határút sarkán három szovjet tank és vagy egy tucat katona dekkolt. A sarkon lévő két épületet figyelték. Biztos ide is elértek a harcok. Erzsébeten is alakulnak forradalmár csoportok, gondoltam. Lehasaltunk és figyeltünk. Mindkét utca kihalt volt. Mi a szovjetek mögött a dombon hasaltunk, és
Majd egy órát némán vártunk a történéseket. Ekkor hirtelen mozgást láttunk az utcán. Egy fiatal szerelmes pár sétált egyenesen a ruszkik felé. Ők nem láthatták őket, mi viszont láttuk, ahogy mint egy olajozott gépezet harcállásba helyezkednek. A pár az utca végéhez közeledve megállt egy kapuajban, és hosszasan beszélgettek, mit sem sejtve a feléjük emelkedő puskacsövekről. Menjetek be a házba, gyorsan! Gondoltam. Nem mentek. Hosszú csókkal búcsúztak. Puskadurranás, vér, tompa puffanás és a szerelmesek a saját kapujukban élettelenül eldőltek. Ez a pillanat, mintha örökké tartott volna. Próbáltuk értelmezni a látottakat, és éreztük a pillanatnyi vihar előtti csendet. Ekkor a sarkon álló két ház ablakát valaki kitörte. Hát ezért állomásoztak itt a ruszkik. Forradalmárok vannak a házakban, segítenünk kell nekik! Harsogta Jancsi a tűzrofogás közepette. Tüzet nyitottunk mi is. Hosszú percek következtek, igyekeztünk minél jobban megbújni a dombok és fák között. A forradalmárok a házból lőttek, mi pedig a szovjet csapatokat hátulról soroztuk. Lassan a szovjetek meghátráltak. Tankokba szálltak és elhajtottak. Molotov koktél, tűz, káosz, csend. Hosszú percekig némán feküdtünk. Biztos vagyok benne, hogy mindkettőnk fejében ugyanazok a gondolatok cikáztak. Forradalmárok lettünk. Mi is forradalmárok lettünk. Büszkének éreztem magam, hogy tehettem valamit. Csak azt a két fiatalt sajnáltam. Ők csak egy búcsúcsókot akartak váltani. És mégis mártír halált hartak a forradalomért. Bár büszkeség töltött el, még örökké nyúló percekig néztem, ahogy a mártírok útja sarkán két valódi mártír még mindig egymás kezét fogva hever a földön. Nagypapám Horváth István visszaemlékezése. Gondold meg, ki az, aki kedves, ki az, aki szeret, túrja a földet, süti a kenyeredet, fűti a gyárat, veti az ágyat, és álmokat álmodik, bátor álmokat rólad. Gondold meg, ki az, aki kedves, aki mindig dajkált, ki ölében hordok, s egy régi dalt tanított, míg aztán védett áldott, s a kellett vádolt. Ez a sokszor tépett, ezerszer bántott ő. Egyenes és bátor, maradj tiszta, romlatlan lélek, s ne fordulj, ne fordulj, ne fordulj el szülő hazától. Maradj hűséges a földhöz, és bátor, maradj tiszta, romlatlan lélek, s ne fordulj, ne fordulj, ne fordulj el szülőhazától.
hazától. Gondold meg, ki az, aki ringat, akkor is, ha már nem leszel. Óvja a híret, védi emlékedet, és ha a szél elhordaná a buboraidat, magába fogadja újra, hogy élj tovább, Magyarország. Maradj hűséges a földhöz, maradj büszke, egyenes és bátor, maradj tiszta, romlatlan lélek, s ne fordulj, ne fordulj, ne fordulj el szülőhazától. Megköszönöm Balázs Csongor és Puskás Dániel művészek műsorát. Tisztelt hölgyeim és uraim, a kegyelet az emlékezés koszorúinak, virágainak elhelyezése következik. Koszorú elhelyezésére Mezőtorváros önkormányzata nevében felkérem Szűcs Dániel polgármestert, Patkós Éva alpolgármestert és dr. Enyedi Mihály jegyzőt. Szolnok vármegyei kormányhivatal, Mezőtúri járási hivatal részéről Rácz Péter Béla hivatalvezető és Bíró Tiborné hivatalvezető helyettes koszorút helyez el. Elhelyezésére felkérem a Mezőtúri rendészeti szervek képviseletében Liszkai Zoltán királyvezető tűzoltó ezredest és Kis Ferenc rendőr alezredest. Thank you.
koszorú elhelyezésére felkérem Mezőtorváros díszpolgárai nevében Uzsoki Jánost. Koszorút helyezel a Politikai Foglyok Országos Szövetsége mezőtúri szervezete. Koszorút helyezel a Mezőtúri Városi Intézmény Csodavár Központi Óvoda és Bölcsöde. Elhelyezésére felkérem a Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc és Kossuth Lajos magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola képviselőit. Koszorú elhelyezésére felkérem a Karcagi Szakképzési Centrum Mezőtúri Teleki Blanka Gimnáziuma szakközépiskolája és kollégiuma képviselőit. Koszorút helyezel a Karcagi Szakképzési Centrum Mezőtúri Szakközépiskolája és Kollégiuma. Ezzel a Mezőtúri Móricz Zsigmond városi könyvtár.
hangszóró elhelyezésére felkérem a Mezőtori Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. Képviselőit. Elhelyezésére felkérem a Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft. Képviselőit. Koszorút helyezel a Mezőtúri Református Egyházközség és Oktatási, valamint Szociális Intézményei. Mezőtúri Evangélikus Egyházközség koszorút helyez el. Koszorút helyezel a Fidesz Magyar Polgári Szövetség, Túri Polgári Kör és a Fidelitas Mezőtúri Szervezete. Koszorút helyez el a Magyar Szocialista Párt Mezőtúri Alapszervezete. Koszorút helyeznek el a Tegyünk Együtt Közösségünkért Egyesület képviselői. Thank you.
koszorút helyezel a talpra túr, Tisza sziget mező túr. Koszorút helyezel a Galgamenti Nemzetőr Egyesület mezőtúri szervezete. Szivárvány Népzenei Egyesület koszorút helyez el. Szorút helyezel a Túri Olvasókör Egyesület. Koszorút helyezel a Városi Nyugdíjas Klub. Koszorút helyezel a mezőtúri szépkorúak hagyományőrző klubja. Thank you.
Koszorút helyezel a Tisztelet Vasutas Nyugdíjas Klub. Ezzel a Barátság Nyugdíjas Klub. Koszorút helyezel a Nagyot Hallók Irodalmi Klubja. Koszorút helyezel a Napsugár Kultúrkör. Koszorút helyezel a Mototúr Mezőtúr csoportja. Személyeket, helyezzék el a kegyelet emlékezés virágait.
közönség, ezzel a városi megemlékezésünk szabadtéri rendezvénye véget ért. Ezt követően a Városháza dísztermében a városi díjak, kitüntetések átadására kerül sor, melyre szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt. Ünnepségünk végén kérem, énekeljük el közösen a szózatot.